Jó estét kívánok, ez a háttér. A műsor első részében egy évzáró beszélgetést láthatnak Janicsak Dávid polgármesterrel. Azután Csák Árpád a 6-os számú választókerület képviselőjét ismerhetik meg, akivel területének jelenlegi helyzetéről és a ráváró feladatokról beszélgetünk. Tartsanak velünk! A háttér vendége tehát Janicsak Dávid ózdváros polgármestere. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy évzáró beszélgetésre hívtam. Nézzük akkor általánosságban, hogy milyen volt a 2019-es év. Hosszú. Nem több, mint 365 nap, de lélekben sokkal hosszabbnak tűnt, hiszen egy teljesen új helyzet várt rám, ami korábban még nem, hiszen most regnáló polgármesterként kellett elindulnom a választáson. Sokkal nagyobb nehézségeket jelentett ez, hiszen a város működtetése, a város fejlesztése, a mindennapi ügyek is megvoltak, és mindemellett kellett még a kampányra is időt szánni. Annyiból nem volt talán túlzottan nehéz, hogy a kampányolás nem is igazán kampányolás volt, magunkat kellett hozni, magamat kellett hozni, amit csináltam az elmúlt 5 esztendőben is, hiszen azért végig az emberek között dolgoztam végig, és így a kampány is gördülékenyen tudott menni, de sokkal nehezebb volt azért regnáló polgármesterként beleállni egy ilyen kampányba. De gondolom a végeredménnyel elégedett, talán jobban is sikerült minden, mint ahogy remélte? Hát az ember mindig a legtöbbet reméli, de igen, jól sikerült a választás, köszönhetően az embereknek, köszönhetően annak a bizalomnak, amit igyekeztünk az elmúlt 5 esztendőben is megszolgálni, és azért ez kicsit olyan, mint a színészeknek a taps az előadás végén, a visszahívás. Értékelték az emberek azt a fajta vezetési stílust, és azokat az eredményeket, amiket bevezettünk és amiket elértünk az elmúlt 5 esztendőben. Könnyebb lesz most a munka ezzel a többséggel? A többség mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy gördülékenyebb legyen a munkavégzés, hogy meg tudjunk hozni olyan döntéseket az önkormányzati rendszeren belül is, amik szükségesek, és nem fog beakasztani a politika ebben, hiszen az elmúlt esztendőkben az volt a fő probléma, hogy politikai alapon bizonyos dolgokat nem voltak hajlandók a képviselők elfogadni. Most azért sokkal könnyebb, hiszen itt a politika már nem merül fel, csak a város iránti elhivatottság, és az abból a szempontból való nézése a dolgoknak, hogy ez a város számára előre mutat-e, avagy nem, szükséges-e, avagy nem. Ha az egész esztendőt nézzük, az eddig eltelt időszakot, akkor mi az, ami a legnagyobb nehézséget okozta, és komoly feladat volt megoldani, és melyek voltak a legnagyobb sikerek? Egy nagyon sikeres és nagyon szerencsés esztendőn vagyunk túl, hiszen ahogy ezt a testületüléseken is el szoktam mondani, azért évről évre a költségvetéseinknek a keretösszegei változnak, a bevételei az önkormányzatnak változnak, aminek a jelentős része, sőt majdhogy nem az egész, nem rajtunk múlik, hanem a cégek által befizetett adókon és az állami támogatáson, amik egymástól viszont függenek. Ez az év nagyon szerencsés volt, hiszen még több is lett a bevételünk, mint amennyire terveztünk, ezért nagy öröm volt számomra, hogy végre el tudtuk kezdeni az utak felújítását, és nagyságrendileg 200 millió forintot tudtunk költeni ebben az esztendőben az önkormányzati tulajdonú utaknak a teljes aszfaltozására, és rengeteg parkolót is építettünk, és az uniós projektek is nagyon szépen haladtak ebben az évben, úgyhogy nehézségekről talán ebben az évben annyira nem is tudok beszámolni, a választást nem említve, itt ugye arról már beszéltünk. Én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres és egy nagyon szerencsés esztendő volt, jó lenne, ha minden év ilyen lenne, viszont már azt is tudom, hogy ha nehézségekkel teli év következik, akkor azért nem kell hatalmas nagy vészriadót fújni, hiszen az egyik év ilyen, a másik év olyan, a következő majd jobb lesz. Hát ami talán a legnagyobb nehézséget okozza, így most hirtelen visszagondolva, az a csatorna beruházásnak az utó zöngéje, úgy gondolom, nem? Hát van annak még jelenlegi zöngéje is. Igen, ez mindenkinek, aki a beruházás területénél megkeseríti az életét, így többek közt egyébként az enyémet is, hiszen Urajon lakok, és mind a forgalmat jelentősen befolyásolja, mint pedig az, hogy Tisztán most már nem lehet a városba bejönni Urajról. Nyilván más területeken is hatalmas problémák vannak, tekintve mondjuk Várkony térségét, ahonnan nagyon sok probléma bejelentés érkezett. Én azt gondolom, hogy ez egy szükséges rossz, ami vele jár, tehát egy nagyon jó beruházásról van szó, hiszen rengeteg olyan terület kap csatornával ellátottságot, ami korábban erre nem is számíthatott.
Most ez megtörténik, viszont a velejáró dolgok, amik a közlekedést érintik, ezek szükséges rossz, amin túl kell esni. Én most már leginkább azt várom, hogy befejeződjön, hiszen nem sok van már hátra, a 2020-as év lesz a projekt utolsó esztendeje, és a nagy részén már túl vannak, tehát a gerinchálózat legnagyobb részét már lefektették, tehát most már még egy jelentős türelem adag szükséges a lakók részéről, és túl leszünk rajta. Igen, nagyon sok olyan terület van, ahol nem megfelelően végezték a munkát. Folyamatosan a mérnök szervezet figyeli őket, figyeli a munkavégzést, megteszi a szükséges lépéseket. Úgy érzem itt is, mint sok más esetben, hogy sajnos kevés eszköz van a kezünkben, amivel a munkavégzést jobb irányba tudnánk terelni. Volt már jó néhány testületi ülés a választásokat követően, például most a legutóbbin a költségvetés módosítás is a terítéken volt. Ezt például a Fidesz nem fogadta el, mert hogy többek között azt mondták, hogy nem rendszer szintű ez a költségvetés. Ez számomra nagyon meglepő volt, hiszen a frakcióvezető azért tájékozott az önkormányzati ügyek tekintetében, tehát ha nem rendszer szintű, ezt majd mondhatja esetleg a következő évi költségvetésről, de most nem egy új költségvetést fogadtunk el, hanem a meglévő városnak a 2019-es évi költségvetésének a módosítását fogadtuk el, ami nem egy előretekintő dolog, hanem egy a múltat visszaigazoló dolog, ugyanis ilyenkor mindösszesen annyi történik, hogy az eredeti keretösszegekhez képest, ami az életszerűség hozott volt, ahol több költés volt, ahol kevesebb költés volt, bejöttek esetleg új sorok, azokat kell rendezni ilyenkor a költségvetésben. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen javaslatokat fognak tenni majd a 2020-as évi költségvetésünkhöz. Bízom benne, hogy lesznek előre mutató javaslataik, hiszen csak közös lehet az érdek a városnak a megfelelő fejlesztése és működtetése, a napi működés biztosítása. Én azt gondolom, hogy nagy szerencséje van egyébként a városnak az új képviselőtestülettel, hiszen láthatjuk, megint politikai okok miatt nem fogadták el a költségvetés módosítását, de ez most már nem jelent problémát, hiszen egy biztos többséggel sikerült elfogadni. A nézőket nyilván az érdekli leginkább, hogy rendben van-e a büdzsé, tehát van-e hiány, vagy minden rendben van pénzügyileg. Jelenleg az önkormányzat megfelelő tartalékokkal rendelkezik, tehát amint mondtam, egy szerencsés és egy nagyon jól összeállt évnek a végén vagyunk, megfelelő tartalékokkal rendelkezünk, körülbelül 250 millió forint ez a tartalék. Azonban én nem vagyok nyugodt, hiszen a következő esztendő sok problémát tartogat számunkra, hiszen már most előre látható, hogy 270 millió forinttal kevesebb állami támogatásban fog részesülni a város, mint amennyi az életszerűséget figyelembe véve járna, hiszen az iparűzési adónk magasabbként lett kiszámolva a 2018-as esztendőre, mint amennyi valójában. Ez egy hiba miatt van, az egyik cég későn adta be az adóbevallását, ezért az előző évét számolták, ami sokkal magasabb. Így a város adóerő képessége a valósnál magasabb papíron, és ebből számolják ki a 2020-as évi állami támogatást, ami így önhibánkon kívül 270 millióval kevesebb lesz. Ez jelentős probléma. A pénzügyminisztériumot, belügyminisztériumot és képviselő urat is tájékoztattuk erről az ügyről. Kértük a segítséget is. Mindenki azt mondta a megkeresettek közül, hogy amikor valódi probléma áll majd be a költségvetésben, akkor kérhetünk rendkívüli támogatást, tehát előzetesen nem kívánnak ezzel foglalkozni. Bízom benne, hogyha tényleg lesz ilyen probléma, akkor az állam a segítségét tudja biztosítani számunkra. Volt most egy olyan napi rendés, ami a térítési díjak emeléséről szólt, ezzel is gondja volt az ellenzéknek, ők két lépcsőt javasoltak például. Igen, ez tavaly történt meg, hogy két lépcsőt javasoltak, csak mostanra elfelejtették, hiszen akkor már világossá vált, hogy egy 40%-os emelésre szükség van az étkezési térítési díjak tekintetében, hiszen 12 éve nem volt ezeken a díjakon emelve, a lakosság pedig pontosan tudja, hogy az elmúlt 12 esztendőben mennyit drágultak az élelmiszerek, mennyit drágultak az egyéb járulékos költségek, mint a bérek, vagy ugye intézményről lévén szó a rezsiköltségek is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jogos volt a kérés az Ózdi Város Üzemeltető Intézmény részéről, hiszen ez arról szól, hogy az alapnormát kell megemelni, hiszen amit a képviselőtestület elfogad összegeket, olyan összegből készíthetnek a diákoknak, gyermekeknek reggelit, ebédet, vacsorát. Hát a 10 órai például egy óvodában 51 néhány forint, talán 56 forint jelenleg, az emelést követően lesz 71 néhány forint, tehát ebből, aki normális 10 órai tud csinálni,
az azért összeteheti a két kezét. A tavalyi esztendőben egy 20%-os emelésen már átestek a térítési díjak, és idén van a második lépcső ezzel a 20%-kal. Ugye ők ezt még tovább bontották volna. Én úgy gondolom, hogy egyébként az önkormányzat az, aki ezt leginkább megfizeti az intézménynek, hiszen a legtöbben ingyenesen vagy jelentős kedvezménnyel veszik igénybe az étkezési szolgáltatást. Természetesen vannak olyanok, akiket érinteni fog az emelés, de én úgy gondolom, hogy az ő jobbukat is szolgálja, hiszen nem mindegy, hogy a gyermek milyen élelmiszer tud magához venni a nevelési intézményekbe. Volt egy rendeletmódosítás is napirenden, itt a bérlakásokkal kapcsolatos rendeletre gondolok. Az utolsó pillanatban, pontosabban a bizottsági ülésen kivettek belőle néhány pontot, ami a lakbéremelésről szólt volna. Erre miért volt most szükség, vagy miért nem emelkednek a lakbérek? Igen, az önkormányzati lakásoknál is ugye többfajta bérlakás van. Van a szociális alapú bérlakás, van az Európai Uniós forrásból létrehozott vagy felújított bérlakás, és van a piaci alapú bérlakás. És most itt hagyd mondjak egy hasonlatot, a piaci alapú bérlakás, ami azt jelenti, hogy az OZINVEST Kft. Ezekkel kereskedik, tehát nem szociális alapon nyújtja, hanem albérletet igényelhet valaki. Egy 55 négyzetméteres összkomfortos lakásnak a bérleti díja jelenleg kevesebb, mint 20 ezer forint. Kint a piacon, hogyha magánszemély adja bérbe ezt az ingatlant, akkor 50-60 ezer forint már a bérleti díj. Tehát nagyon el vannak maradva az önkormányzati lakásoknak a bérleti díja is, ezekhez is nagyon sok éve nem lett hozzányúlva, azonban az előterjesztés tartalmazta már az emelésnek a mértékét is. Én azonban azt gondolom, hogy jobban meg kell vizsgálni, akár magasabb, akár alacsonyabb is lehet az emelés, de erre létrehoztunk egy adhok bizottságot, aminek a tagjai meg fogják vizsgálni a piaci viszonyokat, meg fogják vizsgálni a cégnek a helyzetét, meg fogják vizsgálni azt, hogy mennyit költ a cég az ingatlanoknak a felújítására, és ennek alapján ki fognak dolgozni az önkormányzat számára egy javaslatot a következő esztendőre, és a képviselőtestület arról fog majd tárgyalni. Egyébként több technikai módosítás volt, amit a lakások bérbeadója, az OZINVEST Kft. Kért a lakásrendeleten, valamint az én jogkörömnek a csorbítása, hiszen eddig nem volt szabályozva, hogy hány önkormányzati bérlakást jelölhetek ki, vagyis hogy hány bérlőt jelölhetek ki bérlakásokba egy esztendőben. Én ezt most jelentősen lekorlátoztam évi 4-re, negyed évente egy családnak vagy főnek jelölhetek ki bérlakást. Én úgy gondolom, hogy erre azért szükség van, hiszen most is jelzett például a kórház, hogy új orvosok szeretnének a városba jönni, és számukra esetleg bérlakást kell majd kijelölni. Tehát erre egy minimális számút megtartottunk a testület által az én hatáskörömbe. De a többibe szeretném, hogyha senki sem lenne kiváltságos, hanem az OZINVEST és a lakásrendelet szabályzatai szerint vennék igénybe ezt a szolgáltatást. Ha már ugye a költségvetésnél tartottunk az imént, akkor ugye az is felmerült, hogy önök szórják a pénzt, hiszen nincs szükség 4 polgármesteri referensre, ugye a felügyelőbizottságok tagjainak létszáma is nőtt, és a díjazásuk is nőtt, és hát ugye itt talán a bizottságok is szóba kerültek, hogy az is nagyobb létszáma egy-egy bizottság. Én elmondtam már a TV interjúmban is, amikor a Városi Televízió erről kérdezett, hogy ebben a ciklusban egy jelentős irányváltoztatásra van szükség. Tehát az elmúlt ciklus időszaka alatt arra figyeltünk, hogy a közterületeken minél nagyobb fejlesztéseket hajtsunk végre, a lakosság érdekeit így szolgáljuk. Most viszont, tehát ezt már az elmúlt 5 évben is tapasztaltam, de nem volt már rá lehetőségem, hogy változtassak. Most viszont befelé kell egy kicsit fordulni, hogy az önkormányzati rendszerben milyen javítandó feladatok vannak. Nagyon sok olyan területe van az önkormányzati rendszernek, akár cégekről, akár intézményekről beszélünk, ahol különös figyelmet kell fordítani a működés optimalizálására. Ehhez viszont segítségre van szükségem, senki se haragudjon rám ezért, de egy személyben nem tudok mindenhol ott lenni, a rendezvényeken és a napi feladatokat is végezni, a tárgyalásokon is ott lenni, és még a cégeknek és az intézményeket is áttekinteni. Ezért szükségesnek tartottam, hogy olyan emberekkel vegyem körbe magam, akik feladatot tudnak levenni a vállamról. És azért nem alpolgármesterek egyébként, mert az egy ciklusra szól, a polgármesteri referensek szerződése pedig jelenleg jövő év márciusáig tart, tehát ezek a szerződések bármikor megszüntethetők, felmondhatók. Nem is akartam, hogy az egész ciklusra elkötelezzem magam, de jelenleg úgy érzem, hogy ezeknek az embereknek a munkájára nagy szükségem van ahhoz, hogy az önkormányzati rendszert sikeresebbé tudjuk tenni, és nyilván, mint mindenkit, aki dolgozik, meg kell fizetni őket is. Én azt gondolom, hogy nem más helyről veszük ezt el, hanem pontosan, hogy más helyre, az önkormányzati költségvetésbe tudjuk majd visszatenni azokat a pénzeket, amiket velük meg tudunk spórolni a rendszeren.
A hétvégén is volt pontosan egy ilyen levelezés az egyik közösségi portálon, hogy ön az OV szervizében nem is járt, nem is ismeri a gondjait, és ezzel kapcsolatban szólították meg önt, aztán válaszolt is. Igen, egy nyílt levelet fogalmaztak meg nekem egy Facebook profilon, egy OV szerviz nevű Facebook profilon, ahol a szerviznek a vezetője Pergel János intézett hozzám keresetlen szavakat. Sokan a védelmébe keltek, pedig nem is őt kellett megvédeni. A testületi ülés robbantotta ki állítólag nála ezt a nyílt levelet, ugyanis a testületi ülésen megfogalmaztam azt, hogy hiányosságokat tapasztalok a téli útüzemeltetésbe. Ugye most is, mikor hétfőn volt egy havazás, volt olyan utca, ahol még csak szombaton sikerült a havat eltakarítani, és én arra hívtam fel a figyelmet, és nagyon odafigyeltem rá, hogy véletlenül se bántsak meg senkit, én csak figyelmet hívtam fel rá, hogy a szervizben most, ameddig nincsen havazás, több figyelmet és erőt, energiát kell fordítani arra, hogy a gépparkot megfelelő állapotba fel tudják készíteni, mire a következő havazás jön. Na most ennek köszönhetően egy több mint egy oldalas levelet kaptam a szervízvezetőjétől, nyilvánosan a Facebook nyilvánossága előtt, ahol több olyan problémát is elővesz, ami az intézmény belső ügye, az intézménynek a belső problémája, amik egyébként az intézmény vezetőnek, a városüzemeltető intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartoznak, tehát nem a polgármester feladata, hogy ezeket megoldja. Az önkormányzat képviselő testülete több mint 1,5 milliárd forint, tehát több mint 1500 millió forint támogatást ad minden évben ennek az intézménynek, a legnagyobb költségvetésű intézményünk, viszont hogy intézményen belül hogy osszák fel ezeket a kereteket, arra mindig az intézmény vezető jogosult a felosztást előzetesen is összeállítani, és aztán véghez vinni is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt házon belül kellett volna elintézni, nem beszélve arról, hogy mint minden cégnek és intézménynek nekik is van egy szabályzatuk, jelen esetben egy szervezeti és működési szabályzat, ami ki is mondja, hogy az intézménynek a belső ügyeit, titkait a nagy nyilvánosság előtt nem lehet és nem szabad, egyenesen tilos kiteregetni. Én azt gondolom, hogy ha valahol probléma van, én is mindig nyitott voltam a megoldásra, de elsőként nem engem, hanem mindenkinek a saját vezetőjét kell megkeresni. Szóban, ha arra nincs reagálás, akkor hivatalos levélben, írásban, és hogyha még mindig probléma van, akkor keresse meg a polgármestert, és mondja el, hogy az intézmény vagy a cégvezető nem hajlandó bizonyos lépéseket megtenni. Én az intézménynek egyébként 3 prioritást szabtam meg erre az esztendőre, úgy gondolom, hogy a lakosság egyetértésével. Az egyik a téli útüzemeltetésnek a megfelelő elvégzése, a másik nyári időszakban, tavaszi időszakban már a kátyúzás és az utak helyreállítása megfelelő időben és minőségben. A harmadik pedig a fűnyírás, ami szintén minden évben problémát okoz, annak a maximális elvégzése. Hát úgy gondolom, hogy ezt akkor az intézmény vezetőnek a cégen át kellett volna vinni, és oda kellett volna csoportosítani a megfelelő energiaforrásokat, ahol arra szükség van. De nem is ez volt a fő probléma, hanem egyébként azt is megengedte magának a szervízvezető, hogy olyan szavakat adjon a számba, és olyanokkal vádoljon meg, amik nem hangzottak el az én számból a testületi ülésen, és egyébként máshol sem. Nyilván ez könnyen visszakereshető a felvételből. Nyilván könnyen visszakereshető, megmondom őszintén, hogy jó, magam is mielőtt válaszoltam erre a nyílt levélre, visszakerestem a felvételből, mondom, én nem emlékszek ilyenre, hogy ilyet mondtam volna, lehet, hogy fáradtságból vagy valamiből kifakadólag mégis, de visszanéztem, és tényleg nem mondtam olyanokat, amikkel ő illet. Ugyebár ő azt hozta fel, hogy én megtámadtam az ottani dolgozókat azzal, hogy alkalmatlanok, és a többi, és a többi. Ilyen nem hangzott el, úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy tartsa meg a vérmérsékletét, tartsa be a szabályokat, és mindenki először a saját feletteseinél próbálja meg elérni a szükséges eredményeket, de semmiképpen sem a nyilvánosság előtt vitassák meg cégeknek vagy intézményeknek a belső ügyét, hiszen a lakosságot kell szolgálnunk, nem pedig ő előttük kell megoldanunk problémákat. Nekünk az a feladatunk, hogy biztosítsuk a városnak a megfelelő működtetését, és az intézménynek pedig ugye az üzemeltetése a fontos a városnak. Ha már a levelezésnél tartunk, a kistérségi ülésen derült ki számunkra, hogy önök írtak egy levelet dr. Kásler Miklósnak, az ugyan nem nyílt levél volt, ha jól tudom. Az nem nyílt levél. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban azóta talán már volt egy egyeztetés is az érintettekkel itt helyben, például az országgyűlési képviselő úr jelenlétével. Mire jutottak, hol tart most ez az ügy? Az egész kistérségben problémát jelent az ügyeleti ellátás.
Azt tudni kell hozzá, hogy a kistérségben 3 mikrokörzet létezik, akik ellátják az orvosi ügyeleteket. Van Csokvaományban, Borsodnádasdom és Ózdom, ugyebár nyilván ebből Ózdi a legnagyobb, és most már több éven keresztül az orvosok díjemelést kértek, amit mindig teljesítettünk a számukra a lehetőségeink szerint. Ebben az esztendőben már egyszer volt egy ilyen jellegű díjemelés. Most viszont én úgy éreztem ezen a megbeszélésen, hogy próbálnak sarokba szorítani. Nem az orvosok, hanem az általuk megbízott ügyvéd, aki mindenképpen ki akarta járni azt nálam, hogy egy írásbeli garanciát vállaljak arra, hogy a következő esztendőben mekkora mértékben emelek az ügyeleti díjazáson, amit egyrészt nem is én tehetek meg, hanem a kistérségi társulás vagy Ózdon külön többletforrás biztosítva Ózdváros önkormányzatának képviselőtestülete. Ezzel egy nagy probléma van, hogy az államháztartási törvény szerint én nem vállalhatok kötelezettséget egy még el nem készült költségvetésre, és ez hatalmas felelőtlenség lenne. Sajnos egy órán keresztül erről ment a vita. Én elmondtam, hogy szerintem a személyem felől a díjemelésre való hajlandóság adott, hiszen az elmúlt időkben is akármikor megkerestek, a lehetőségeinkhez mérten emeltünk a díjazáson, hiszen a városnak az egészségügyi ellátása a legfontosabb. Azonban most nem tudok semmilyen ígéretet tenni, ugyanis évközben, ami emelést már biztosítottam a számukra, még azt is át kell vezetni a jövő évi költségvetésen, hiszen az idejében nem volt benne, csak ez plusz 24 millió forintot jelent Óznak majd jövőre. Egyébként több mint 30 millió forintot teszünk hozzá így is évről évre, ahhoz az állami normatívához, amit az ügyeletre biztosítanak. Én azt gondolom egyébként, hogy az államnak lenne nagyon sürgető tennivalója az egészségügyi alapellátásban is, hiszen most már az egészségügy az államhoz tartozik 2013 óta. Az alapellátást itt hagyta az önkormányzatoknál, annak is ugye az ügyeleti részét főként. Ezt tudjuk, hogy nem szívesen veszel a kormányzat olyat, amivel probléma van. Ezzel probléma van, és szükség lenne lépni benne. Egyrészt jóval nagyobb forrást kellene rábiztosítani, másrészt pedig dolgozni kéne azon, hogy vonzóak legyenek a vidéki körzetek is az orvosok számára, hiszen ebből van a legnagyobb probléma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy többen próbálták félrevezetni ezt a megbeszélést, és egyébként nyilvánosan is akár a posztom kapcsán, vagy Rizs Gábor posztja alapján is a történéseket. Én azt tudom mondani, hogy nekem aztán semmi bajom nincs egy orvossal sem, sőt, nagyon örülök neki, és nagyon köszönöm nekik, hogy minden nehézség ellenére a mai napig ellátják feladatukat a városban, hiszen már többen nyugdíjba mehetnének, vagy elmehetnének az ország más részére, ahol bizonyára kényelmesebb körülmények között tudnának élni. Mégis lokálpatrióta módon Ózdot választották, és Ózd mellett tartanak ki, viszont nekik is meg kell érteni engem, hogy felelőtlen ígéreteket nem tehetek, másrészt pedig az önkormányzatnak is van egy teljesítő képessége, amit figyelembe kell venni akkor, amikor tárgyalunk az ügyeleti ellátásról. De nyilván, ahogy ígértem ezen a megbeszélésen, a következő esztendőben, mikor a költségvetés számadatait fogjuk kialakítani, vissza fogunk rátérni, mi fogjuk keresni az orvosokat. Egyébként az is nagy könnyedség lenne, hogyha olyan gördülékenyen tudna menni a munka, mint az elmúlt években ment, amikor nem kellett, hogy ügyvéddel keressenek meg, hanem személyesen tudtunk beszélni azokkal az orvosokkal, akikkel egyébként közvetlen szerződése van az önkormányzatnak és az önkormányzat egészségügyi intézményének. Én azt gondolom, hogy ez egy plusz főnek a beiktatása, aki nyilván jogilag el tudja látni a dolgát, de sokkal barátságosabban és sokkal gördülékenyebben mennének a tárgyalások, hogyha nem bíztak volna meg egy ügyvédet. Még mielőtt az évvégi programokra rátérnénk, a jövő évről egy gondolattal, mi a legnagyobb feladat, ami most a városra, őre, a csapatra vár? Én azt gondolom, hogy a nehézségeket említve, amit már az előbb megtettem, a legfontosabb feladat, hogy jövőre is biztosítsuk az önkormányzatnak a stabil működőképességét, lehetőség szerint alakítsunk ki tartalékokat is, bár erre most nem sok esély látszik, majd az ezt követő évben lesz valószínűleg egy kis könnyebbség, de én nagyon szeretném, hogyha azokat a fejlesztéseket, amiket önerőből elkezdtünk, tovább tudnánk folytatni. Arra már van kilátás, hogy például a parkolókat tovább tudjuk bővíteni, járdákat tudunk építeni. Az útaszfaltozás az, ami jövő évben egy kicsit kétségessé vált, de bízom benne, hogy az ezt követő évben majd sikerülni fog. Egyébként szintén nagy feladatnak tartom azt, hogy 2020 az uniós projektciklusnak a vége, tehát jövő év végéig minden Európai Uniós forrásból támogatott feladatot, programot be kell fejezni. Ezeket nagyon szépen le kell zárnunk, úgyhogy a lakosság is meg legyen elégedve, valamint minden jogszerűen, minden papírmunka be legyen fejezve 2020 év végéig.
Ez egy nagy feladat, de hál' Istennek megvannak azok a szakemberek, akik minket segítenek ebben és ellátják a feladatot. És végül arról, hogy itt az év vége, jön a karácsony és jön a szilveszter. Karácsony előtt az utolsó gyertyagyújtáson éppen önnel találkozhatnak, önnel is az ózdiak, és lesz szilveszter is, mint a korábbi években. Ön mit kíván a városlakóinak? Hát először hagyd mondjam el azt, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy a kollégáim egy gyönyörű adventi forgatagot hoztak létre. Ugye 5 éve kezdtük el ezeknek a forgatagoknak a létrehozását ott a Városház téren. Évről évre jobban sikerült, de az az idei kiemelkedő. Rengeteg helyi vállalkozó vagy szervezet, önkéntesek tudják megmutatni azt, hogy mire képesek, milyen portékákat tudnak saját kézi munkájukkal létrehozni. Nagyon sikeres az adománygyűjtés, mind a rászorulóknak, mind pedig az állatoknak, az állatvédelem is jelen van. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt ilyen szépen leszervezték. Egyébként a városban rengeteg karácsonyhoz kapcsolódó műsor van. Arra kérek mindenkit, hogy vegyen részt minél több ilyenem. A gyertyagyújtások alkalmával most már látható, hogy hatalmas tömeg szokott lent lenni a Városház téren. Bízom benne, hogy így lesz ez még az utolsón is. És hát karácsony közelettével mi más lehetne kívánni, mint hogy mindenki a lehető legnagyobb szeretetben, boldogságban és főként jó egészségben tudja tölteni az ünnepeket, és a rohanásban mindig álljon meg egy picit, szálljon egy kicsit magába, a saját lelkiismeretét is tegye helyre, valamint foglalkozzon sokat a saját szeretteivel, hiszen sokkal fontosabb egy jó beszélgetés, mint egy jó karácsonyi ebéd, amire esetleg túl sokat készülnek és túl sok feszültséggel jár. Én azt gondolom, hogy ha valaki már úgy érzi, hogy nagyon pörög és nagyon nincs ideje, akkor álljon meg, hiszen azzal tud majd a legtöbbet nyerni. És a szilveszterről is egy gondolatot, hiszen addig már itt legalábbis nem találkozunk. Most is folytatódik, megrendezésre kerül az a szilveszter éjszakai program, ami már hagyománnyá vált az utóbbi években. Így van, 2014-ben már elindítottuk a közös városi szilvesztert a megválasztásom után. Ebben az évben is megrendezésre fog kerülni a nagyparkolóban. Nyilván a plakátot majd az ózdi művelődési intézmények elkészíti. Én bízom benne, hogy ott is nagyon sok ózdival tudunk majd találkozni. Évről évre rengetegen lelátogatnak. Töltsük együtt ismét az év utolsó napjának utolsó óráit, és köszöntsük együtt az új esztendőt, 2020-at. Polgármester úr, önnek is jó pihenést, meghitt ünneplést kívánok, és boldog új esztendőt. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, viszont kívánom önnek is. Hamarosan folytatjuk a háttér második részével a 6-os számú választókerület képviselőjével. Maradjanak velünk!